Sziasztok srácok, és köszöntelek titeket a mai videóban, amiben már a címből kiderülhetett, sziasztok, hogy mit fogunk... Ja, igen, itt van Barni és Ábel. Hello, a rég volt már ilyen. Nagyon rég. A címből már kitaláltátok, hogy mit fogunk ma csinálni, viszont előtt egy nagyon fontos dolog. Ezt hallottad? Hagyd mondjam már végig ezt a mondatot. Ezt majd nézd vissza. Kattant? Mekkorát? Na igen. Nagyon fontos dolog, a Trio Podcast csatornát, ami most már nem annyira podcast csatorna lesz, újraélesztjük, úgyhogy a következő napokban láthattok majd pár videót, illetve egy videót biztosan. Ezután pedig minden héten, vagy legalábbis két hétente próbálunk, jelentkezni fogunk új videókkal, úgyhogy pár nap múlva most ezt nézzétek meg mindhármunknál, menjetek át arra a csatornára. Kicsit fázom, siet. A mai videó lényege, hogy állatokat cserélünk, ezt Ábelnél már kisorsoltuk. Úgyhogy el is vinném akkor tofú. Igen, Ábeli lesz tofú, nézzétek meg nála, hogy miért. Nagyon vigyázz rá, olyan, mintha gyerekemet adnám oda. Szevasz. Nagyon tofú. Hozzám viszont Sanyi jön. Amúgy, fú. Szerintem az elején hosszú lesz, utána pedig nagyon könnyű. Azt tudni kell, hogy nem vagyok nagyon macskás. Tesó? Ez mi? Ez Sanyinak a napi rutinja, nem én írtam ezt. Mi az, napi rutinja? Ez egy macska? Hát, ő egy macska. Ezt ő írta össze, úgyhogy szerintem jó, hogyha betartod, mert akkor ő is jobban fog érezni magát, és lehet, hogy neked is könnyebb lesz. Hazaértünk srácok, első és legfontosabb dolog, adok neki vizet. Cica, ezt hogy kell csinálni? Ezt már megy játszani. Sanyi éppen ebbe a pillanatba tettem őt le, elkezdte felfedezni így a lakást. Őszinte leszek, nem nagyon értek a macskákhoz, egyáltalán nem értek. Van a családban Cica, majd ezt mindjárt elmesélem, meg azt is elmesélem, hogy miért nem vagyok annyira macskás. Kicsit még félek is egyébként tőle, de amúgy nagyon cuki. Sanyika, ki tudsz onnan jönni? Ú, remélem. Ujjúj. Jól van. Gyere. Ügyes! Ügyes, Cica! Szia, Cica! Szia, Cica! Na, adsz egy pacsit? Megtöntöttek már pacsit adni? Sanyi, pacsi, pacsi! Oda kell kakilni, oda kell pisilni. Ez mondjuk tetszik, ha azt tényleg oda fogod csinálni, és nem úgy, mint tofu állat rokonod, hogy mindenhova a lakásba. Akármelyik macskás, cicás barátomat felhozom itt példának, mindegyiküknek a keze, a teste, a lába tiszta karmolás nyom. És itt az első dolog, amiért nem annyira vagyok cicás, hogy itt egy kis cica, akit imádsz, ápolod, eteted, itatod, szereted. Nyilván ez ide oda megy, mert tőle is rengeteg, az állatoktól is rengeteg szeretetet kapunk. De utána meg oda megy, és így ketté karmol. És utána oda sunyog a polcon valahova, a lakásba, megfogja, és akkor így körbenéz, és ilyen hódnyugodt, hogy lelöki a dolgokat. Miért? Miért? Nagyon szépen kérem az összes cica rajongót, macska rajongót, cica tulajdonost, hogy ne akadjatok fent ezzel, hogy én nem vagyok cicás. Minden esetre kihívás ez a mai nap, hogy egy cicára kell vigyázzak. Gyertek, onnan támad. A kis sunyi. Aztán ne ijeszges, Jézus, mi vagy te tigris? Barni, nem mondtad, hogy tigrisetek van, nem cicátok. Felfedező út van? Na, mi van arra? Barni egy külön dobozba összepakolta nekem az összes cuccát, illetve, meg ne feledkezzünk róla, adott egy levelet, vagy adott egy kis feladatlistát, amit általában Sanyi írt, bár vannak kétségeim. Ezt a listát fogjuk követni, de ezt még nem olvasom el. Előtte megnézem, hogy miket küldött. Van itt macska alom, macskatár, labda. Te szeretsz labdázni? És egy pléd. Ezen szokott aludni? Meg valami ilyen. Ez most nem kell. Na Sanyi, ez lesz a helyed. Itt lesz a helyed, és mellette a WC-hez egy ilyen garzon. Egy ilyen garzonba költöztél most, Sanyi. Az a helyzet, hogy legyen ez, várjál, legyen ez még szélesebb, nagyobb ágy, így már francia ágy. Egyből nyílik a fürdőszobád, a hálószobádból. Hát mekkora luxus ez, Sanyi? Sanyi, ezzel játssza! Ezt szok ki mondjuk. Hol a labda? Hozzád, gyerünk! Hú, de gyors vagy, Sanyi. Ott az ágyikója. Jézusom! Barni! Jézus, Barni, mi ez a támadó ugrás, mint egy ilyen, nem is tudom, farkaspók. És akkor elérkezett az idő Barni kis feladatlistájához. Szia, Harry, Sanyi vagyok, nem Barna. Elmesem neked gyorsan, hogy miket szoktam egy nap csinálni, mert kicsit félek tőle, hogy eltérek a napi rutinomtól. Na, ez jól hangzik. Kezdjük az elején, te a szolgám vagy, örülök, hogy ezt megbeszélhettük. A napot általában mindig egy kis cirógatásra szeretem indítani, a bajszomat ne uzogass, mert az alvó oroszlán mérges lesz. Na gyere, cica, vagy macska, vagy tigris. Ez a cirógatás része megvolt, ahogy hazajöttünk, rögtön cirógattam, úgyhogy ezen túl vagyunk. A kis cirógatás után szeretem feltúrni minden reggel az almomat, és hát hogy is fogalmazunk, új macska létemre kakilok egyet, a gazdám adott neked biztos egy kis lapátot, amivel majd a poros kaksit, XD, le kell szitálni és beledobni a WC-be. Fontos, hogy mindig tiszta legyen az almos tálcán, mert nem szeretek gagiban lépkedni.
A gagi nem jó. Ez jogos. Itt van Barney adott. A kis szponzor dobozába. Aha. Mi van, Macsesz? Valamit gazdám adhatok? Ah igen, nyugodtan, persze azt tépkeccét az azért van. Nyugodtan. Esetleg nem szeretnéd az ülő garnitúránkat is széttépkedni? És szét... Jaj, ez itt cuki vagy te. Szev... Finoman. Jó, ne ijeszges. Jaj, au. Na most karmolsz te. Na, szépen. Na nézzétek, most karmol, és ez fáj ilyenkor, és én csak simogatni akarom. Jó, meg játszani akar, tudom, szóval nem vagy... Au! Sanyi! Te macska! Sanyi! Nézzük. Mit kell? Megkeresni a kakit? Mit is kell itt? Le kell szitálni, de nincs kaki. Sanyi! Nem kakiltál be? De jó macska vagy, Sanyi. Sándor, nem kellett volna kakilni? Jó, jöjjön a következő. Víz. Ezzel is megelőztelek téged. Nagyon-nagyon meleg van kint, ezért minél hidegebb vizecskét kaphatok a tálkámba, annál jobb lenne. A gazdim szokott berakni jégdarabokat is. Ó, milyen találó! Oda néz. Ha már cica, akkor legyen halacskás jég a vízbe. Jó. Ez az. Fontos, hogy a vízen mellett egy marék tápot is szívesen ropogtatok, amikor majd elsőnek kirakod, nem fogok vele foglalkozni, de utólag oda-oda fogok járni enni. Ez az. Marék tápot. Kb. Ennyi. Gyere, cica. Gyere. Gyere! Igen, ügyes, éhes volt, jaj, de cuki vagy! Cuki vagy! Sándor, hát te nagyon éhes voltál. Hát erre nagyon rákapott, nagyon éhes volt, úgyhogy ezután biztos, hogy lesz kaki. Szuper, amíg eszik a kicsike, addig tovább megyünk. A bútoraidnak annyi. Mivel itt nálad nincs kaparófa, ezért a bútorokon fogom koptatni a körmeimet. Remélem jó drágák voltak, mert azt tesz jót a karmaimnak. Jó, zongora lábak rendben vannak. Hát itt egy kis macska ször van, de kaparásnyom nincs. Nincs. Sanyi, egyelőre meg vagy dicsérve. Sehol semmi. Nagyon fontos, minden nap sokat kell játszanom, hogy megtartsam a kigyúrt testemet. Egy labda vagy valamilyen kis gombolyag, esetleg egy szallagos valami nagyon jó lenne, de igazából az iPhone töltőkábelt is nagyon szeretem. Ha most megy kakilni szerintem. Nézzétek, figyelj. Ott a gubbasztás. Jó gyors az emésztőrendszered, mint apádnak. Sanyi, ne szórják ízé szaros almot ide. Sanyi, hát ne szórják ide szaros almot, cuki. Úgy van, azt a milyen karmaid van. Itt a labdát, hol a labdát? Imádom, srácok, játszik a saját almába. Azt, hogy mivel, azt nem tudom, de jó, nagyon kosz van. Atya ég, srácok, nagyobbat kakít a macska, mint maga a macska. Ez nem játék, viszont büdös. Kicsit olyan, mint az ilyen szezámmagos csirkemel. Sanyikám, most tettél, azt már ki is jött. Tiszta apád vagy. Kaparásra egyébként rájöttem, hogy azért nem találtam sehol semmilyen kaparónyomot vagy foltot, mert ezt kapargatja, de ezt lehet is egyébként, azt nem tudja szétszedni, és ez nagyon-nagyon tetszik neki. Sanyi, hova borítottad a labdád? A legtöbbször Tofunak a teniszlabdája ide szokott begurulni, benne is van egy teniszlabda. Aha. Te, cica. Ne, az finoman, az igen. Pari, nem gondoltam volna, de irdatlan aranyos. Esküszöm, júj, de légy, ne támadj már. Miért támad folyamatosan? Csak meg akarok simízni. De, már ha játszani akarsz, várjál. Hű, de van ez a macska. Na gyere. Új taktika. Ameddig megkeresem a labdáját, amit valahol elgurított, és még mindig nem találom. Addig felraktam oda az iPhone kábelt, és hagyom játszani. Nap végén még egy picit játszottam Sanyival, a labdáját sajnos nem találtam meg. Utána pedig elérkezett az utolsó pont, ahol az volt a feladat, hogy nézzek Sanyival pár aranyos cicás videót. Ó, de szép a szemed! Sanyi, nézzük meg a szemecski. Ja! De szép macska vagy, Sanyi. Srácok, őszintén mondom, hogy sajnálom, és ezt nem gondoltam volna, de komolyan mondom, hogy itt a nap vége, és vissza kell vinni lassan Sanyit Barneyhoz. Megértettem, hogy miért vannak oda az emberek, a macskás, cicás emberek miért vannak oda a macskákért, cicákért. Elképesztően aranyos. Ezt a karmolás dolgot, ezt annyira nem tudom megszokni, nyilván játszik, szóval ez egy olyan játék, ami a gazdinak egy picit fáj, de itt is milyen aranyos, de nézem, most elkapasz, olyat belém karmol, hogy
hétig fájna, de annyira cuki. Itt van ez. Ez szabad. Barni bácsi majd ad egy új iPhone kábelt. Ami nagyon-nagyon tetszett, hogy elképesztően önállóak, vagy a Sanyi nagyon önálló, de itt egy kis cica idejött, amúgy Barni mondta, hogy majd ide kell szoknia egy picit, egyáltalán nem kellett ide szoknia, azonnal rosszalkodott, és már ide-oda futkározott, úgyhogy rögtön otthon érezte magát. Ezen kívül a dolgát elvégzi az alomba. Kíváncsian várom, hogy Tofúnak milyen napja volt Ábeléknél, bár valamiért úgy érzem, hogy elképesztően el volt gényeztetve. Ábelhez és Barnihoz is felkerült egy videó, Barninál Tobi volt, Ábelnél pedig Tofu. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Ne felejtsetek el feliratkozni, követni Instagramon, nagyon fontos a TikTokon is, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sanyi, te szép macska vagy, Sanyi!